miért látogattatok ma el ide az Eszterházy Károly Főiskolának a nyílt napjára? Hát nagyon érdekel ez az iskola, nagyon tetszik. Sokszínűek a szakok, és ezzel szerettünk volna még többet megtudni róla, hogy azért, ha jelentkezünk, akkor pontosabb tájékoztatást kapjunk. És mely szakok keltették fel leginkább az érdeklődéseteket? Hát nekem a turizmus vendéglátás, de mivel gazdasági suliba tanulok, ezért lehet, hogy csak először ilyen felsőfokú szakképzést vállalok be, és ugye hallottam, hogy lehet kapni 60 kreditest, és akkor úgy átváltok az alapszakra. Én a kommunikációs média tudomány szakra, hát nagyon tetszik, írott sajtó, meg ilyen, jó. És hogyha esetleg felvesznek titeket szeptemberben ide ebbe az intézménybe, mit vártok ettől a főiskolától? Mire számítotok? Mire számítunk? Hát jó kedvre. Szerintem az meg is lesz. Igen, arra, hát jó közélet, úgy ismeretek, az embereket megismerik, új emberek, ugye. Meg hát... Szerintetek középiskolásként mennyire nehéz a pályaválasztás? Hát épp olyan nehéz, mint amikor általános iskolából kell választani ugye középiskolát, mert ugye lehet, hogy én most éppen tetszik nekem ez a szak, de lehet, hogy később megmondjuk, megutálom. Hát igen, elég nehéz. Sok új információt megtudtatok itt a tájékoztatón? Persze. Igen. E-káfa jó döntés, így hangzik a főiskolának a szlogánja. Szerinted miért lehet jó döntés ez egy pályaválasztónak? Amint elmondták itt a nyílt napon is, nagyon-nagyon sok kara van a főiskolának, és nagyon színesnek tűnik a palettátok. Te melyik szakok iránt érdeklődsz leginkább? Én természettudományi képzésben szeretnék részt venni, és azon belül biológia vagy hulladékgazdálkodás. Mennyire nyert el a tetszésedet most itt a főiskola ezen a tájékoztatón? Nekem abszolút nagyon szimpatikus, főleg a diák élet miatt. Hogyha felvesznek ide szeptemberben ebbe az intézménybe, akkor mit válsz ettől, a főiskolától, esetleg a szaktól, amire majd jelentkezel? Hát biztos vagyok benne, hogy elég kemény képzésben fogunk részesülni, és hát egy igencsak kemény diplomát várok tőle, és jó szórakozást mellette. Hát az Eszterházy mindenképpen felkészült tanárokkal rendelkezik, tehát jó szakképzést ad, és nagyon sok olyan lehetőség van, amivel a tanulásunkat lehet segíteni, ami könnyebbé teszi. Például mik ezek a lehetőségek szerinted itt az intézményünkben? Hát nagyon jó ez a laptop program, meg az összes ilyen sportolási és egyéb kikapcsolódási lehetőség, amiben támogat az iskola. Te mely szak iránt érdeklődsz a leginkább? Gazdálkodás és menedzsment. És érdeklődtél már a STAN-nál? Már voltam. És gazdagabb lettél? Sok mindenben tudtak segíteni, amit eddig még nem tudtam. Kitől, honnan hallottál erről az intézményről? Miért jöttél el ide a nyílt napra? Hát már másoktól, akik ugye már ide járnak, ők mondták, hogy most lesz, és meg máshonnan is olvastam, hogy most van a nyílt nap. Ha felvételt nyersz ide ebbe az intézménybe, akkor mit vársz ettől a szaktól és az intézménytől? Hát mindenképpen azt, hogy versenyképes szaktudást adjon, és hogy jó munka lehetőséget tudjak valahol találni. Azt hiszem, hogy elég sokan érdeklődnek az ifjúság segítő, illetve a csecsemő és kisgyermekgondozó szak iránt, ugye, ami a mi standunk. Én azt érzem, hogy a várakozásaimmal ellentétben elég részletesen kérdeznek róla, ami nekem tök jó érzés, mert hogy ez is mutatja, hogy van iránta érdeklődés. Mik a leggyakoribb kérdések? Hát például az, hogy mennyit lehet vele keresni,
hogy hol lehet vele elhelyezkedni, hogy milyen órák vannak, konkrétan ezeknek az óráknak mik a kimenetei, a követelményei, van-e nyelvvizsga követelmény, melyik érettségi tárgyak kellenek hozzá, mennyi ideig tart a képzés, milyen a szakdolgozat, milyen az összefüggő gyakorlat, tehát ilyeneket szoktak megkérdezni. Te, mint tanár, ugye másképp látod ezt az intézmény, mint egy leendő diák hallgató. Szerinted miért lehet jó döntés ez az intézmény? Miért lehet hallgatóként jó ide járni? Hát én azt gondolom, hogy Egernek a önmagában van egyfajta varázsa, tehát hogy nem egy ilyen unalmas hely. Én azt gondolom, hogy az, hogy például van benne tehát nem egy sík hely, ugye, ahol van lehetőség arra, hogy hegynek föl. Persze ezt a hallgatók néha annyira nem szeretik, főleg amikor itt vagyunk fönn, de én azt gondolom, hogy változatosabb. Tehát változatosabb olyan szempontból, hogy itt van a természet, itt van a Bükk-hegység a közelben, tehát a sportolási lehetőség, itt van a Bicskei úszoda, ami szerintem az ország egyik legszebb úszodája. Tényleg nagyon jó a főiskolai sportélet, tehát hogy így én csak ajánlani tudom, mert én is elég fontosnak tartom a sportot az életemben, és hogy ez szerintem a főiskolai életnek egy megkerülhetetlen része kell, hogy legyen. És oktatási szempontból szerinted miért lehet jó döntés? Hát én azt gondolom, hogy azért, mert elég széles körű a hallgatóknak az érdeklődési köre, tehát hogy vannak olyanok, akik mondjuk kifejezetten most is azért jöttek ide, mert mondjuk a pszichológiával szeretnének foglalkozni, van, akit inkább az ifjúsági része érdekel, tehát hogy milyen a fiatalokkal való munka, van, akit mondjuk inkább ez a szabadidős része érdekel, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez jelentheti a kihívást például egy oktatóként.